Molnárné Gyürki Erikát kérdeztük, hogy a kínai asztrológia szerint mire számíthatunk az ősz folyamán. A Yangfa nagyon hangsúlyos energiával hat ránk. Amikor a sárkány éve beköszönt, akkor ugye mindenki egy kicsit úgy 3 méterrel a föld fölött lebeg. Tehát mindenkinek megvannak az elképzelései, a sárkánya a világot akarja megmenteni, rettenetesen nagylelkű, segíteni akar az embereknek, és akkor folyamatosan érik benyomások. És ahogy érik benyomások, nem szól semmit. Lenyeli, félreteszi, és amikor megérkezik az oppozitora a kutya mondjuk, vagy megérkezik mellé egy másik sárkány, akkor úgy hirtelen a sárkány fölrobban, elkezd tüzet okádani, és a fejedre olvassa annak az évnek, évtizednek, évszázadnak az összes bűnét. Tehát gyakorlatilag, hogyha elszakad nála a cérna, ha elfogy a türelme, és a türelem egy nagyon fontos szó ebben az évben, akkor nem érdekli, hogy mi lesz utána, minden borít. Tehát azért van szükség arra, hogy tudatosítsuk azt, hogy mikor jutunk el arra a szintre, amikor most már bármi lesz is a következménye, mindent föl fogunk borítani, akkor lehet, hogy előtte neki kell állni. Lassú, kis lépésekkel változtatni a dolgokon. Észrevenni, tudatosítani, hogy milyen helyzetben vagyunk, hogy milyen szerepet játszunk a kapcsolatainkban, hogy egyáltalán érvényesítjük-e a saját érdekeinket, vagy feláldozzuk magunkat valaki másért, mindent ugye a saját magunkra vállalunk, a saját vállunkon cipelünk. Tehát érdemes valahogy tudatosítani a helyünket a világban, a kapcsolatrendszerünkben, és átgondolni azt, hogy mi mit szeretnénk. Tehát mi az, ami az én életem, ami én vagyok, amit én akarok csinálni, amiben én lennék boldog. A Yangfa egyik jellemzője, hogy szociálisan nem túl érzékeny, és hajlamosít a halogatásra. Gyakorlatilag a Yangfa valamit a fejébe vesz, kitalálja, nem érdekli, hogy mit szólnak hozzá mások, ő azt akarja keresztül vinni. Tehát ezt is meg kell fejlődni, hogy vegyük észre, hogy mások is vannak, hogy mások is ott vannak a pályán, mások is játszanak, és hogy ezekkel a másokkal össze lehet fogni. Hiszen ebben az októberben ott van 4 darab Yangfa egymás mellett. Kérdés az, hogy miért állnak ezek egymás mellé? Azért, mert felsorakozik egy hadsereg, vagy 2 egymással szembe, vagy azért, mert rájövök arra, hogy ha kommunikálok az emberekkel és összefogok, akkor egymást tudjuk segíteni, egymást tudjuk táplálni, egymást tudjuk emelni. Hiszen egy Yangfának a fő erőssége a növekedés, a fejlődés. A tanulás, a tudás. Nézzük meg a fának a gyökereit, nézzük meg egy nagy fának az ágait. Ugye elágazik folyamatosan, mindig el kell dönteni, jobbra menjek vagy balra. Na most ezekben a döntéshelyzetekben az a fontos, hogy teljesen mindegy, hogy merre megyek, mert a fa akkor is fölfelé nő. Csak döntsek, határozzam el, menjek tovább, csináljam a dolgom. Az októberben például sokkal zárkózottabb lesz érzelmileg mindenki. Ami majd decemberben föloldódik, mert megérkezik a víz energiája, ami ugye a télnek az energiája, és a Yangfának nagyon nagy erőssége a stratégiaalkotás, hiszen a fának a tetejéről átlátom az egészet. Tehát ha képes vagyok elhatározni, hogy hova akarok menni, a fának a tetejéről látom az utat, és azon az úton kell menni. Ennyire egyszerű. Csak hát közben jön egy november, jön egy disznóhónap, ami ugye víz, és akkor vinne a víz erre, vinne a víz arra, mert segíteni kéne a szomszédnéninek, meg a másiknak, meg a harmadiknak, meg a főnök is akar valamit, meg a gyerek is, és akkor megint azt veszem észre, hogy hol vagyok én a történetben. Tehát, hogyha van egy stratégiám, akkor viszont tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy mit akarok, könnyebben végig tudom vinni ezt a dolgot. Az asztrológus tanácsa, amit érdemes megfogadni, ha hatékonyabban szeretnénk haladni. Fogjon egy A4-es lapot, és írja föl azt, hogy mik az ő forrásai, mit értek ez alatt, mi az, amire ő támaszkodhat, mit tud, milyen diplomája van, iskolája van, mi a szakmája, de a mit tudban az is benne van, hogy el tud-e készíteni egy befőttet, vagy egy savanyúságot, tehát minden, amit tud, írjon föl, kik vannak körülötte, kinek a támogatására számíthat. És amikor van egy rosszabb időszak, egy rosszabb nap, akkor csak elő kell venni ezt az A4-es lapot, és körülnézni, hogy jó, akkor mire támaszkodhatok, mire számíthatok. És rá fogunk jönni, hogy rengeteg segítség van.
Az elmélyülésre ösztönző októbernek más jellemzői is lesznek, melyeket érdemes lesz felírni. Nagyon jók lesznek a megérzéseink, hogy hallgassunk magunkra. Higgyük el, hogy vannak megérzéseink, és higgyük el azt, hogy mindig az első gondolata jó. Mert ugye van egy helyzet, jön az első gondolatom, utána megmagyarázom magamnak racionálisan, hogy ez miért nem. Utána verem a fejem a falba, hogy jó, pedig tudtam, azt kellett volna csinálni. Tehát tanuljunk meg hallgatni erre az első megérzésre. Molnárné Gyürki Erika kiemelte azt is, hogy tanuljunk meg hálásak lenni, és megbecsülni azt, amink van.